Köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. A szocialista kormány az elmúlt évek alatt meglehetősen mostohán bánt a közszférával. Ezt a folyamatot látszik most tökélyre vinni a Fidesz-KDNP kormányzat. Intézkedéseivel teljesen szétveri, gyakorlatilag befejezi ezt a folyamatot. Az egykori vonzó közszolgálati életpálya modell teljesen tönkrement. Ennek legdurvább eleme most a Fidesz kormányzat részéről az indoklás nélküli felmondás, 2 hónapos felmondási idővel, melyet az egységességre hivatkozva mind a kormánytisztviselők, mind a köztisztviselők körében gyakorlattá kívánnak tenni. Az intézkedés okaként megfogalmazott probléma, magyarán, hogy a dolgát rosszul végző közszolga gyakorlatilag nem elbocsátható, a munkaügyi bíróságok gyakorlata szerint a foglalkoztató mindig ráfizet. Ez egy valós probléma, a felmondási lehetőségek szélesítésének céljával egyetértünk. De az indoklás nélküli felmondás, hogy bárkit bármikor el lehessen bocsájtani, az már egy értelmetlen szélsőség, ez nem lehet indokolt. A cél jogos, de az eszköz alkalmatlan. A radikális változás nem azt jelenti, hogy ész nélkül hozunk szélsőséges döntéseket, hanem hogy a problémákat az alapjuknál, a gyökerüknél kezeljük. Ez azért fontos, mert a Fidesz rendszeresen arra hivatkozik, hogy mi akartunk radikális változást, akkor mi a problémánk ezekkel a lépésekkel. Hát mi az észszerű változásokat támogatjuk csak. Jelen esetben a felmondás körülményeinek, eseteinek, törvényben felsorolt lehetőségeinek egyértelműsítésével és tágításával a bírósági gyakorlat alapján módosított jogszabályokban látjuk a megoldást. Ma már az egyetlen, ami megmaradt a közszolgálati életpálya modellből, az a foglalkoztatás biztonsága. A szocialista kormány azt teljesen tönkretette a bér és béren kívüli juttatásokat. A közszolgálati szférában kb. 16%-ot csökkent a reálkereset 2 év alatt, befagyasztották 4 éven keresztül a béreket, a béren kívüli juttatásokat adóval sújtották, illetve nagyon sokat meg is vontak, és az önkormányzatok finanszírozását annyira ellehetetlenítették, hogy a közalkalmazottak béren kívüli juttatásaira gyakorlatilag szinte már nem jutnak források. Az egyetlen, ami megmaradt, az a foglalkoztatás biztonsága volt, ezt most a Fidesz kormányzat teljesen nullára levette. Természetesen arra hivatkoznak, hogy lehetőséget adnak arra, hogy magasabb béreket jobban honorálják a szakembereket, illetve teljesítmény alapú bérezés lehessen. Azonban látni kell, hogy az önkormányzatok olyan szinten alulfinanszírozottak, hogy ez csak egy papíron létező lehetőség, ezt a gyakorlatban nem fogják tudni kivitelezni. Tehát maradnak az alacsony bérek, és mindemellett a teljes foglalkoztatási bizonytalanság. Mi nem elsősorban a káderállomány lecserélődésétől félünk, hanem a politikailag független szakmai alapú közszolgálatiság megszűnésétől. Továbbá ez egy nagyon visszaélésre alkalmat adó jogszabály lesz, ugyanis nem csak politikai okokból, hanem például a személyi ellentétek esetén is vissza lehet vele élni, és indoklás nélkül el lehet bocsájtani a kérdéses személyt. A jogalkotók sajnos nem azonosak a jogalkalmazókkal, tehát a kormányzat, illetve az önálló képviselő indítványt benyújtók hiába a legjobb szándékkal tették ezt. Ezt be kell látni, hogy az a 3500 önkormányzatnál bármikor vissza tudnak élni ezekkel, hiszen nem azok alkalmazzák a törvényt, akik jó szándékkal megalkották. Ezért mindig úgy kell megalkotni ezeket a jogszabályokat, hogy a lehető legkisebb visszaélésre adjanak lehetőséget, hiszen kontroll nélküli fegyvert adnak ezzel az önkormányzati vezetők kezébe. Félő, hogy el fog veszni a szakmaiság, hiszen a szakemberek döntéseit innentől kezdve azt fogja befolyásolni, hogy a munkáltató mit vár el, és a munkáltató szája íze szerint fognak véleményt mondani, egyszerűen azért, mert félni fognak attól, hogy ha ezt nem így teszik, akkor esetleg következő nap repülnek. Ez azt a perspektívát vetíti előre, hogy a jó szakemberek el fognak vándorolni. A megmaradt jó szakemberek is el fognak vándorolni a közszolgálati szférából, hiszen a bérüket nem fogják tudni megemelni, és ez a minimális foglalkoztatási biztonság is elvész. Összességében véve el lehet mondani, hogy teljesen szétverték az elmúlt évek alatt a közszolgálati életpályamodellt. A biztos fizetés, a 13. havi a béren kívüli juttatások, a foglalkoztatási biztonság, a felmondás esetén eltöltött idővel arányos felmondási idő és tartalékállományi státusz, illetve a végkielégítések teljes mértékben megnyírbálásra kerültek, és számos területen van a korengedményes, illetve korkedvezményes nyugdíjjal is már tervek. Így úgy gondoljuk, hogy ez ellen minden jóérzésű politikusnak igenis fel kell lépnie, hiszen a közszolgálati szféra az egész országot működteti tulajdonképpen így, előbb-utóbb a közigazgatás szét fog esni. Köszönöm szépen!